Idén hagyományteremtő jelleggel az adventi programsorozathoz kapcsolódóan szervezték meg első alkalommal a pálinka napot a Sóstói Múzeum faluban. A rendezvényen a megye legrangosabb pálinka főzdéi, családi vállalkozásai kínálták a nagyvilágban is elismerést és rangot szerzett italaikat, pálinka különlegességeiket. Pálinka házat megépítettük, és már akkor megfogalmazódott egy gondolat, hogy egy programot szervezünk, és arra az időszakra, ami egyébként nincs programmal még ellátva, és ami az új pálinka megkóstolásának az idejét is jelenti, ez november, ezért nagyon örülök, hogy az első nyíregyházi pálinka nap megrendezésére sor kerül, és hát ugye ez nem csak a pálinkát jelenti, ami önmagában egy gasztronómiai érték, egy csoda, hiszen a három eredetvédett magyar pálinka itt készül, hanem ehhez hozzákapcsolódnak a hagyományos ételeink, a zene, a tánc, és hát én azt remélem, hogy minden program úgy indul, hogy először döcögősen, körülbelül a harmadik évben kiteljesedik. Azt remélem, itt is így lesz. Az eseményen a szabolcsi és a szatmárberegi pálinka lovagrend tagjai is felvonultak, akik ünnepélyes keretek között minősítették a 2016. évi szabolcsi alma és a szatmári szilva pálinkákat. Az idei gyümölcs termése a megyében nagyon jó volt. Ez a két alapanyag remek minőségben termett meg a szatmári és a felső szabolcsi tájon, és kiváló minőségű pálinkát főznek belőle a megye pálinka főzdéi. A pálinka szerelmesei mellett azok is jól érezték magukat, akik a gyermekkori disznóvágások emléke miatt látogattak ki a skanzenba, aki korán érkezett, nem csak a fogó pálinkát ízlelhette meg, de figyelemmel kísérhette a disznóvágás minden fázisát, sőt meg is kóstolhatta azokat az ételeket, amelyek hagyományosan ezen alkalmakhoz kötődnek, a hagymásvért, a toros káposztát, a hurkát és a kolbászt. A gasztronómiai élmények mellett népzenei és színházi produkciók, kiállítás, valamint az András naphoz kötődő néphagyományok gondoskodtak a jó hangulatról.